A költségvetés a város életében a legfontosabb rendelet, ezt a rendeletet fogadta el tegnap a képviselőtestület. Most stúdiónkban dr. Csáki András beszélt a költségvetés főbb számairól, illetve több más mellett arról, milyen beruházásokra számíthatnak a ceglédiek ebben az évben. A beruházások között ott van az öregszőlői városrész ivóvízhálózatának bővítése is. Ez azonban lehetséges, hogy pályázatból valósulhat meg. Közeljövőben várunk egy Európai Uniós pályázatot. Ugye tárgyaltam már a Bácsvíznak a vezetésével erről, hogy közösen fogunk pályázni, amennyiben megjelenik, és mondom, ebben a hónapban vagy következő hónapban várható egy ilyen pályázat, ami nem csak hálózat bővítést, hanem vízminőség javítást is jelent. Illetve a Cegléd északi ipari kereskedelmi övezetének a becsatolása a városi kerékpár hálózatba, ez is majdnem 200 millió forintos tétel. Felújításokra idén több mint 1,7 milliárd forintot fordíthat a város, ez is kiderül a város frissen elfogadott költségvetéséből. Dr. Csáki András a testület további döntései között arról is beszámolt, nő a járda felújításra, építésre igényelhető lakossági támogatás összege is. Az a támogatási összeg, ami négyzetméterenként 5000 forint volt járdaépítésre, maximált határral természetesen, az nyilvánvalóan elégtelen egy-egy ilyen beruházásnak az 50%-ára is. Ezért tettem javaslatot arra, hogy ezt emeljük meg 7500 forintra. Erről döntött a testület egy hangulat, hogy az idei évben kiírt járdaépítési program keretén belül az igénylők nem négyzetméterenként 5000 forintot, hanem 7500 forintot kaphatnak támogatásként. A polgármester stúdiónkban beszélt arról is, újra személyes találkozóra várja az érdeklődőket. Február 21-én hétfőn 18 órára, de rendhagyó módon most nem a kaszinóba, hanem a művelődési központ B épületébe. Dr. Csáki András egyébként reagált több a tegnapi Városháza magazinban elhangzott felvetésre, kérdésre is, hogy mit azt a híradó után következő közérdekű magazinunkból megtudhatják.